Trust me, I'm an engineer. Oh shit, I think I'm out of here. Sziasztok! Elértünk a Bontempi orgona javításához, és ennek az első részéhez, mivel egy több részes sorozat lesz. Előző részben láthattátok már, hogy milyen funkciói vannak, illetve milyen funkciói azok, amik egyáltalán működnek. Most viszont bele is fogunk nézni, hogy mi az, ami benne van, mit találunk benne, mi az, ami érdekesség, és mi az, ami nem, és mi az, amit át fogunk alakítani. Kezdjünk is neki! Először is leszereljük a gép fedelét. Ezt én már megtettem előre, a csavarok kicsavarozását. Most megfogom, és leemelem. Mit is látunk itt? Először is van egy trafónk, ami a gépnek a delájt adja, hogy így falusiasan fejezem ki magam. Van itt egy oszcillátor, tehát egy hanggenerátor panelünk, legalábbis ez alatt van a gépnek a hanggenerátor lelke. Van itt egy billentyűzet, ami alatt szintén van egy panel, de ezt nem tudom pontosan milyen funkciók vannak rajta. Tehát, hogyha elnézünk erre az oldalra, itt látni fogunk szintén egy panelt ez alatt, csak ez nem látszik itt ki, és egy szép nagy hangszórót és a papucsom, de azt nem mutatom, inkább tovább boncoljuk tovább a gépet, szedjük ki a különböző paneleket, illetve nézzük át, hogy mi az, amit tisztítani kell, mi az, amit javítani kell. Végeztem a szétszereléssel, így már egyszerűen darabonként el lehet az egészet távolítani, mindent belőle. Szépen egyesével. Nagyon tetszenek ezek a régi eszközökbe, hogy viszonylag szerelhetően vannak megcsinálva, tehát könnyen összeépíthető, szétszedhető, illetve az, ami a mostaniakra nem mind jellemző. Mutatom, látjátok. Föl vannak címkézve a csatlakozók. Melyik hova megy, mi az, mit csinál. Így sokkal egyszerűbben lehet bármit egyrészt javítani, másrészt meg moddingolni. Úgyhogy ezért nagy kedvencém ezek a régi 70-es, 80-as évekbeli eszközök. Ezeket még könnyen lehet szerelni, egyszerűen hozzáférhető minden, és általában commerce alkatrészekből épülnek föl, illetve ami még régen nem volt commerce, az már commerce lett, úgyhogy viszonylag minden hozzáférhető hozzá, kivéve néhány extra alkatrész, ami ritkább, de ettől függetlenül szerintem rendben lesz. Na, kapjuk is szét! Itt ragadnám meg a lehetőséget, és egy rongyal, egy vizes rongyal kitakarítom. Első körben nézzük meg, mit találunk az orgona két szélén. Két darab kapcsoló panel, ami egyben van, nagyon könnyen egy ilyen modulként vannak szerelve, ami abszolút üdvözlendő és nagyon jó. Először is szétszedjük őket, kicsit letisztítom, megpucolom, meglátjuk, hogy mit tartalmaznak, aztán egyesével foglalkozunk velük. Elsőként legyen az ütemvezérlő, illetve hát az alapvezérlő, nem tudom, hogy hívják ezt két szintre azok között. Aztán ezzel a hanggenerátorral meg foglalkozom később. Első ránézésre nagyon kellemes kis szálhúzott fém, acélmintás valami mintája van. Hátul ez a hagyományos 70-es, 80-as évekbeli nyáklemez. Nagyon más nem tudok elmondani róla. A kapcsolók hibáját már most látom, miért van, de ezt ti szerintem csak akkor fogjátok látni, hogyha ezt én itt leveszem a burkolatát. Hiába, olasz design, és én most nem szidni akarom az olaszokat, csak hát autóba se az igaziak.
Nos, ahogy látjátok, az érintkező, a kapcsolók kis rézrugók, amik egy rézcsőhöz csatlakoznak, és ezek a kapcsolóik. Értem, tudom, 70-es évek meg minden, de most nézzétek meg. Szépen zoom, hogy fókuszálja. Ezek itt a kapcsolók. És csodálkozó. Ó, ez még el is fog törni, ahogy elnézem. Ez a kapcsoló, és csodálkozunk, hogy nem érintkezik igazából az egész. Nos, se baj. Szerintem ezt meg tudom talán tisztítani. Kis csiszoló papírral. Meg reszelővel. Oké. Igen, a kapcsolók is megérnek egy misét. De amúgy nagyon jó érzés kapcsolgatni őket, tényleg ilyen, hogyan mondjam, orgona regiszter kapcsolónak érződik az egész. Tehát abszolút kényelmes kapcsolás érzete van. A mechanika, ami mögötte van, az már hát más tészta. Sajnos a vezérlő IC-t, mert ezt a kis IC-t nem tudtam meg, hogy mi ez, mert megnéztem az adatlapján, próbáltam megnézni. Azt adta ki, hogy egy ilyen multiplexer, tehát valószínűleg ez nem maga a dobgenerátor, hanem valószínűleg valahogy kapcsolatban van ezzel a hangmodullal, mivel elég sok kimenete van, ami ehhez a kis IC-hez csatlakozik. Emellett még itt láttam egy pár nem bekapcsolt kapcsolópadási lehetőséget, ilyen kapcsoló lehetőséget. Ezt nem tudom, hogy pontosan mivel, valahogy elnézem, mint hogyha be is lennének kötve, csak máshol, más pontokon. Gondolom más kapcsolókiosztáshoz volt megcsinálva ez a panel. Igen, ahogy elnézem, itt az egyik, ami nincs bekötve, szóval, hogyha végigkövetjük, itt viszont már be van kötve. Itt a másik, ami itt viszont már be van kötve. Ez eddig oké. Viszont itt vannak diódáknak helyek. Miközben nem tudom, miért vannak kihagyva. Hát megpróbálom egy két diódát beültetni ide. És akkor lássuk, hogy mit csinál akkor. Kíváncsiságból. Ezen kívül itt van egy trimmer potmeter, gondolom ez a tempóhoz. Azt hiszem ezt, nem ezt, hanem majd a hangerő potméterét a másik panelen ki kell cserélni. És mivel nem tudom, hogy honnan szedek ilyen tolópotit, hát valószínűleg ez sima tekerőpotméterre lesz kicserélve. És mivel innen úgyis hiányzik egy fej, egy ilyen kis bizgentyű, ezért nem is nem kell akkor elnyomtatnom hozzá. Érdekes, mondom, több típushoz van megcsinálva egy panelre, itt is ki vannak hagyva ellenállások. Egyébként ez egy tipikus módszer az ilyen tömeggyártásban használt áramköröknél, hogy egyszerűen megcsinálnak egy univerzális panelt, és csak annyit pakolnak rá, amennyi szükséges. Jó. Következő. Most ezzel a darab kis 240-es papírral megcsiszolgatjuk az érintkező darabokat, tehát ezeket a kis rugókat, illetve a hozzátartozó kis érintkező padot. Ez az érintkező padot. Megpucoltam az érintkező felületeket, talán látjátok az összes érintkező felületet, így már nem lesz gond a kapcsolókkal. A következő nagy darab az a hanggenerátor, meg kell emelnem hozzá a kamerát, és még így csak éppen belefér a képbe. Ez az, ami a gép hangját adja egyáltalán, legalábbis elméletben. Gyakorlatban pedig nem tudom, úgy néz ki, itt van egy kis erősítő.
Úgyhogy nézzük is meg. Itt is szintén ezek a kapcsológombok. Akkor mégsem ezen a panelen van a hanggenerátor rész, de akkor az a billentyűzet alatt lesz. Mivel nem látni semmi IC láb, meg semmi IC, semmi elektronika. Csupán kondenzátorok és ellenállások, ami akár lehet hanggenerátor, de ezt nem tudom. Annyira nem vagyok benne, nem értek hozzá annyira. Tehát, amit itt látunk, az valószínűleg itt van két darab, illetve egy tranzisztor híd, egy H-híd. Ez valószínűleg erősítési célokat szolgál, vagy hát a fene se tudja. Ami kapcsoló cél. Ez a potméter, ezt tudom, hogy rossz. Ezt ki kell cserélni. Itt van még egy potméter, ezt még lehet, ezt valószínűleg a hangerőnek a vagy a hangolás, nem tudom mire szolgál, mert meg kell próbálni működés közben. Szintén van itt pucolni való rézrugó. És ennyi. Ennyi ez a kis lap. Megpucolom a kapcsolóhoz a rézrugóit, és mehet is, rakhatjuk is össze. Ehhez már kamerát kellett váltanom, mivel a telefonom tudja csak ilyen rövid távon befogni ezt az egész teret. Úgyhogy ezek itt a billentyűk. Illetve valószínűleg ezen vannak a hanggenerátorok. Ha megfordítjuk, ugyanazzal a részdrótos megoldással találkozunk minden egyes hangnál, ami ezek is részdrótok, mint egy matrix rendszer, van egy közös pont, és minden egyes hangnak megvan a saját maga is kapcsolója, és ezek gondolom egy pár multiplexer chipen keresztül, mint látjátok, ez itt, ez is, ez is, ez is, ez is, ez is, ezek mind be vannak kötve egy-egy hanghoz, és ezek majd a fő agynak, ami nem tudom itt, hogy hol van. Ez sanszos, lehetséges, nem tudom. Továbbítják a billentyűzetből kapott jeleket. És itt van még egy plusz érintkező sor. Ez a orgona lábpedáloknak a sora. Viszont van még itt is egy sor alatta, ami, hogyha normál billentyűzet funkcióként használják ezt a barna részt az orgonán, barna, szürke részt az orgonán, akkor tud így váltani, tehát igazából két sor billentyűnek felel meg ez a darab itt. Szétszedni ezt nem tudom, mivel minden egyes billentyű le van ragasztva, és ezért ezt nem akarom szétszedni, mivel itt felújítás folyik és nem bemutató szétszedés. A cél az, hogy egy jó működő elektromos orgonám legyen, amit később szanaszét fogok tuningolni, már mennyire lehetséges. Úgyhogy most miután lepucoltam, először is megnézzük, hogy milyen IC-k vannak benne, legalábbis kikeresem az adatlapjukat, hogy meglássam, hogy tudok-e miről is van itt szó. És ha okosabb leszek, akkor szuper, ha nem, akkor pedig utána szépen megpucolom ezeket a kis érintkezőket, hogy szépen jó hangon szóljanak. Egy picit utána néztem az itt lent látható IC-knek, méghozzá ez a három darab itt, ez a három darab IC, ezek frekvenciaosztó IC-k, nem tudom pontosan hogyan működik ez az orgona, ez nagyon úgy néz ki, hogy van egy darab oszcillátorunk, illetve hát valami féle oszcillátor IC, ez, van még egy inverter, és van ezek a frekvenciaosztók itt, ami kapcsolatban állnak a billentyűkkel, hát gondolom megvan az, hogy melyik billentyű mekkora osztást aktivál, idézőjelben, és így jön ki valahogyan ez a 4 oktáv. Mégis 4 oktáv. 1, 2, 3, 3,3 tized oktáv, és itt van egy passzív elektronika, ami nem tudom éppen mit szolgál, viszont
Hát majd meglátjuk, hogy ezek a potméterek itt mire való például. Majd szépen elkezdem tekergetni, aztán meglátjuk, hogy mit fog reagálni rá a gép. Viszont most már ki van pucolva az egész, ki van takarítva. Szépen el van gyöszolva minden kapcsolódó érintkező felület. Úgyhogy már jó lesz. Következő lépés, hogy összerakjuk az egész szegletet. A kábelet is benne hagytam, kitakarítottam. Annyi ezen is látszik, ezen a szintetizátornak a teknőjén tulajdonképpen, hogy nem csak egy modellhez volt tervezve, de ezt tudjuk, hogy több modell létezett ebből. Például itt is van egy trafóhely benne, érdekes módon vannak benne kihasználatlan csatlakozó felületek, és most szépen ezt összerakom, és egyőre működni fog, aztán a következő részekben majd tuningolni fogjuk. Elsőként belerakjuk a billentyűket. Viszont minden egyes kábelkötegen vannak ilyen kis nyelvecskék, amelyek a PCB az áramkörnek egy bizonyos résével csúsznak bele, így nem tudod eltéveszteni a csatlakozó polaritását. Tehát nem tudod fordítva összedugdosni. Ami nagyon jó, és nagyon szeretjük. Ott pedig van egy másik projekt, amiről később majd lesz videó. Ez egy moduláris szintetizátor projekt, amiben az a kis tévészerű valami, az valóban egy tévé, csak annyira átlakítva, hogy egy ilyen oszcillogram megjelenítőnek lett használva, tehát a hullámformát meg tudja jeleníteni. Ez majd egy része lesz, az ehhez fog kapcsolódni, csak hát egyőre nem volt még rá időm. Meg ez már lassan 2-3 éve húzódó projekt. Következő. A hang része a dolognak, illetve hát amit itt található. Egy nagyon jó, mert van benne egy AUX kimenet, tehát egy ilyen hangkimenet, ami ez. Így, hogyha építek bele egyéb szűrőket, mixert, egyebeket, akkor egyszerűen innen levehetem a hangot. Majd itt az alaplapon egy kapcsolót készítenek ki, be tudom küldeni bele az erősítőbe, vagy kerülő úton, a szűrőkön keresztül, különböző effekt szűrőkön keresztül egy másik hangot előállítva küldöm az erősítőjébe. Ez alatt pedig egy erősítő IC van. Ez jön. Ez a fekete nagy csatlakozós jön a ritmus modulból. Így jön be az erősítőbe. Ez itt egy föld és egy kimenet. Ez a fülhallgató kimenet. Ez pedig belemegy a billentyűzet alatti áramkörbe. Ide érkezik a frissen kipucolt és rendbe rakott ritmus modul, amelyet szépen ide beillesztek helyére. Elvileg készen van az orgonánk. Azt nem tudom, hogy működik-e, úgyhogy most fog kiderülni. Elvileg jól raktam össze, nekem úgy tűnt, úgyhogy szorítsunk. Be van dugva a konnektorba. Bekapcsoljuk. Jó. Ez a pár billentyű volt, ami rossz volt, de most már is jó. Most már ezek is rendben vannak. Szuper. Nem recseg vészesen a hangerőpotméterek.
Jó a vibrátója. Ezt a szürke billentyű sort, ezt valahogy megpróbálom majd átkötni, hogy ezekkel együtt lehessen használni, és akkor tudok váltani ott is hangszint. Autokord. Kell egy ritmus. Elég halka ritmus, ezt nem tudom, hogy mivel lehetne orvosolni. Valószínűleg kondenzátorok vannak kiszáradva. Ezt komolyabban szemügyre kell venni majd. Sajnos még a ritmus nem az igazi, de... valamiért a dobnak egyszerűen nincsen hangereje. És szerintem azért, mert ahogy elnéztem, egy kondenzátor és ellenállás háló van, tehát igazából egy ilyen rezgőkörös valami van megcsinálva benne, néhány tranzisztorral, meg egy multiplexerrel, úgyhogy valószínűleg ott valami kis analóg elektromos hiba lesz, de ezt majd később fogom orvosolni. Ez egyelőre úgysem fog kelni nekem, lényeg, hogy már játszani lehet rajta, nem mint hogyha tudnék, de megpróbálok. A biztonság kedvéért felrakom rá a fedlapot, nehogy véletlenül agyonvágassam magam. Az nem kellemes érzés. Maestro, le music. Meg a lámpa. Tehát van egy működő, zenélő orgonánk, ami teljesen jól működik, kivéve a ritmusgenerátor még picit gyengékedik, de ezt majd a következő részben is orvosolni fogom, és nekiállom tuningolni, szűrőket építeni hozzá, esetleg még egy mixert, meg még plusz oszcillátort, meg egyéb ilyen nyalánkságokat. Ezt nem fogjuk így abba hagyni, ez egy sorozat lesz majd itt szépen a többi projekt mellé. Mi az Istennek szedtem össze megint egy projektet? Most komolyan! El nem hiszem. Multitasking. Az. Csak is. A következő videóig. Sziasztok!